Milyen jó érzés, amikor büszke országunk kiváló adottságait ismerve sokan azt gondolják, hogy élelmiszeriparunk önellátó, pedig a számok mást mutatnak. Zöldségből és gyümölcsből is jelentős mennyiséget importálunk. Az utóbbi 10 év alatt a hazai málna termelése 1/5-ére csökkent, a lédús szilvái pedig 40 ezer tonnával esett vissza. Ez éppen annyit nem, mint 4 Erzsébet híd. Az elmúlt 10 évben 2-szeresére nőtt a behozatalunk, miközben a népesség 2%-kal csökkent. Az áruházak polcain is egyre nagyobb mennyiségben találkozunk külföldi árucikkekkel. De nem csak egzotikus termékeket, hanem sajnos paradicsomot, paprikát és egyéb feldolgozott árucikkeket, de még fűszerpaprikát is külföldről szerzünk be. Vöröshagyma termelésünk is több mint 65%-kal csökkent az elmúlt 10 évben, pedig a kiváló ízű magyar termék könnyedén maga mögé utasítaná a külföldi árut. 9 cukorgyárunk egymás után zárt be, nehéz helyzetbe hozva a hagyományosan cukorrépa termelésből élő családokat. Mára a cukor 60%-át külföldről szerezzük be, és mindössze 1 cukorrépát feldolgozó gyárunk maradt. Az elmúlt 10 évben 200 ezer tonnával kevesebb friss hazai sertéshús került asztalainkra, ami több mint 50 milliárd forint bevételkiesést jelentett a magyar gazdáknak. Az ízletes és egészséges hazai tehintej esetében is 10 év alatt 300 millió literrel csökkent a termelés, kiváló tejtermelő gazdáink kárára. Ezzel a mennyiséggel 120 olimpiai úszómedencét lehetne megtölteni. Tudatos vásárlással, megfelelő odafigyeléssel ezt a kedvezőtlen folyamatot visszafordíthatjuk. Ám ha importtermékeket vásárolunk, akkor még inkább visszaszorul saját gazdaságaink termelése. Munkahelyek szűnhetnek meg, a boltok pedig kénytelenek lesznek külföldről beszerezni az árut. Pedig a kiváló minőségű hazai termék érték. Ahogy értéket jelentenek egyre zsugorodó agrárterületeink, kihasználatlan földjeink is. Ezért olyan fontos, hogy tudatos döntéseinkkel segítsük a magyar gazdaságok megerősödését. Az utóbbi 20 évben az ízletes hazai almából 40%-kal kevesebbet termeltünk, mert egyre több külföldi gyümölcs jelent meg a pultokon. Fontos tudni, hogy az import élelmiszerek szállítása jelentős környezetterheléssel jár, mivel óriási távolságot tesznek meg, mire hozzánk elérnek. A paradicsom például átlagosan 2480 kilométert utazik, amíg eljut a magyar vásárlókhoz. Napok, esetleg hetek telnek el, mire az úgynevezett friss áru a polcokra kerül. Ezzel szemben a kiváló és zamatos hazai áru akár órák alatt az asztalunkon lehet. És közben a legfontosabbat se feledjük. Helyes választásunkat rengeteg érv segíti. Kiváló természeti adottságaink és mezőgazdaságunk páratlan hagyományai mellett a 6 millió hektár minőségi termőterület és a 180 ezer professzionális gazdálkodó. Nagyon jó példa a kitűnő magyar borok sikertörténete. A magyar borba vetett hitnek köszönhetően az elmúlt 20 évben hatalmasat fejlődött a hazai ágazat. Boraink sorra kapják a rangos nemzetközi elismeréseket. A minőség jelentős emelkedésének köszönhetően a boltok polcain 95%-ban hazai termékekkel találkozunk. Tegyünk meg mindent azért, hogy ez a sikertörténet folytatódjon. A jövőben is válasszuk a magyar borokat. Már egyetlen apró lépés, egyetlen tudatos vásárló is elég, hogy pozitív változást indítson el. Aki magyar termékvédjeggyel ellátott terméket vásárol, mezőgazdaságunk és a hazai munkaerőpiac erősödését támogatja. Mert a minőségi magyar termékekre költött pénz a hazai vállalkozásokat gyarapítja. Így az önhasznára is válik. Fordítsuk nekünk kedvező irányba a folyamatokat. Keresse a magyar árut, kérdezzen utána, és amikor csak lehet, vásároljon magyar terméket. Te tudtad, hogy azért jó hazai terméket vásárolni, mert így az elköltött pénz helyben marad? Bizony, hiszen vásárláskor a pénzeddel szavazol. Szavazol, hogy melyik termelőt, forgalmazót vagy melyik csoportot támogatod. Te tudtad, hogy egészségünk szempontjából is létfontosságú, hogy hazai tájakon termett élelmiszereket fogyasszunk? Igen, igen, hiszen a hazai az gyakran frissebb is. Te tudtad, hogy a külföldi cégek tönkreteszik a helyi termelést? Tönkretehetik, hiszen versenytársak.
azonban a választás az a fogyasztóké. Tudtad te mindezt? Mi is az a helyi termék? Helyi alapanyagokból, helyi munkaerővel készített termék, amit az itthoni vásárokon, piacokon, vagy a termelő saját házában adnak el a vásárlónak. Ilyen például Piroska néni tyúktojásai, Zsuzsa néni házi sajtja, Rózsika néni megylekvárja, Józsi bácsi krumplia, de Anti csempekájhái és Józsi bácsi faragott butora is mind-mind helyi termék. De hol is vannak a helyi piacok? Hát igen, környékünkön megfigyelhető, sajnos, hogy a piacra járók szám egyre kevesebb. Háromszéken is teret hódítanak multinacionális vállalatok, és ezek a multik mindent nagyon meg tudnak szervezni nekünk. Miért fárasztjuk magunkat piacra járással, kosarak cipelésével, ha beülhetünk szép és kényelmes, részletre vásárolt autónkban, és elmehetünk a hipermarketbe, ahol nem csupa görbe, méreten aluli uborkát találunk, hanem szép, szabványosat, ráadásul télvíz idején is. Minek is szegény Juliska néninek, Zsuzsinak, Miskának meg Sanyinak annyit vacakolni a kertjével, fájával, disznójával, tehenével, mikor a legolcsóbb török, lengyel, kínai vagy éppen déleurópai árukat a szánkba teszik? Nos, az ironikus kérdésekre hamar tudjuk a fájó választ. A legolcsóbbnak tűnő áru a legdrágább. A térségünk jóléte megy rá. Talán a legnagyobb kár az emberi kapcsolatokban keletkezett, mert elveszett a fogyasztó és a termelő közvetlen kapcsolata, amely a kölcsönös bizalmon és az egymásra utoltságon alapul. Már te sem várnéd át a szomszédod záptojással, igaz-e? Hogy mit tegyünk? Nincs más tennivalónk, mint visszaállítani a közvetlen kereskedelmet és a helyi piacot a normális paraszt logika szerint. Én megtermelem, te pedig megveszed azt, amire szükséged van. Tőlem. Ha az üzletben is a helyterméket kéred, azt fogják beszerezni neked. Ez ilyen egyszerű. Keresd a lakóhelyed közelében készülő dolgokat, ezáltal a helyi gazdaság fenntartásához és fejlődéséhez járulsz hozzá, és csökkented a szállítással járó környezetterhelést is. Minél távolabbról jön, annál többet szennyez. Ne csak a holnapra gondoljunk, mert még lesz holnap után is. Vásároljon hazai helyi terméket! Vásárolj helyi termékeket! Ha nincs helyi, akkor hazai, és csak legutolsó sorban külföldi.